Sziasztok, Zon vagyok, és arra gondoltam, hogy ma beszéljünk egy kicsit itt az olimpia körüli mizériáról. Ugyanis azt vettem észre, hogy így semmi sem jó a legtöbb online újságírónak. Vagyis valami ilyesmi volt, hogy elkezdődött, tehát az egész dolog az, hogy semmi sem elég jó, ami nem arany. Ez ezüstök, már le vannak szarva. Valahol ez az Imre Gézának a második helyével kezdődött, amikor megjelentek mindenféle vélemények, hogy ennyire meg annyira csalódottak az Imre Géza teljesítményében, meg az ezüst miatt. Folytatódott ott, amikor a Gyurtadoni kiesett, ugye, és nem jutott a döntőbe, majd valami olyas, amikor a Tóth Krisztián 48 másodpercet iponozta a kínai srác, aki egyébként második lett, akkor így kezdtek még jobban bugyogni ezek a dolgok, és valahol a Verasztó Dávidnak a visszalépésével tetőződött az az egész, ahol már elég messzire merészkedtek, és nem csak ilyen mindenféle minden egyben blokkszerű senkiháziak által szerkesztett újságok, hanem például, mint a Riposzt is, vagy például a Nemzeti Sport online is jelentek még nagyon durva írások azzal kapcsolatban, hogy itt most szégyent hoznak, meg nettó fröcsögés volt ez az egész, és én ezzel nem tudok mit kezdeni. Szóval nem akarok abba belemenni egyébként, hogy csak annak van joga véleményt mondani, aki ezt utána tudja csinálni, mert egyébként nem lehet, de szerintem erről a kis maximalizmus expressről azért le kellene szállni, mert tehát, hogy nagyon sok olyan vélemény van, hogy aki nem szerez aranyat, az csak így nehezékként volt a repülőgépen, meg haza se jöjjön, meg ilyen tényleg abszolút vállalhatatlan dolgok, meg persze itt a kommentelőtől lehetett látni, hogy a Taygetos pozitívak, meg hasonló, és így nem értem az egészet. Tehát olyan emberekről van szó, akik az elmúlt 10-15 évüket beletették abba, hogy egyáltalán kiussanak, hogy tudom én, 6 éves koruktól erre készülnek, hogy naponta 2 edzésre járnak az év 350 napján, és ezt teszik a, mit tudom, a júliusi 35 fokban és a januári mínusz 20-ban is, hogy a saját szakmai edzésükön kívül tartanak a legtöbb sportágban erőnléti edzéseket, és bassza meg, ők egyetlen egy 2 perces, 5 perces, 10 perces, vagy hasonló hosszúságú számra készülnek, és 4 évente egyszer tudják ezt megcsinálni, és igen, lehet, hogy abban lehet, hogy ők 4 évente nagyon sokszor voltak nagyon jó formában, de van, hogy az akkor éppen nem jön össze, meg azért azt ne felejtsük már el, hogy van még 30, vagy 60, vagy valami hasonló mennyiségű másik ember per csapat, akik ugyanerre készülnek, hogy ők 4 évente abban a kis rövid időben mutassák meg a pástun, a tatamin, az úszómedencében, a dobogón, a bárhol, hogy tényleg ők a legjobbak. És nem feltétlenül mindig a magyarok a legjobbak, vannak olyan számok, amikben se próbálkozunk, van olyan számok, amikben olimpián se vagyunk, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez a hozzáállás, ez így minimum elfogadhatatlan. És mondom, tényleg nem azt mondom, hogy csinálj utánuk bárki, mert egyébként legtöbbször nem lehet, de ezeknek az embereknek valami borzalmas kitartása van. Beszéltem olyan emberrel, van olyan ismerősöm, aki egyébként triatlonozott elég magas szinten, és ő azt mondta, hogy ő tehetségesebb volt, mint a társai, viszont nem volt olyan kitartó, mert ők lecsalták a köröket, hogy lógtak, hogy egyébként nem úgy ettek, ahogy azt nekik mondták, hogy cigiztek, és ilyesmi. Nagyon-nagyon durván kemény étrendet, életmódot és minden mást kell ezeknek az embereknek tartani, úgyhogy nem hiszem, hogy bármilyen logika alapján ezek a fröccsögő írások akár megengedhetőek, vagy megérthetőek lennek, és nem azt mondom, hogy bálványozni kell őket, mert nem, mert itt tudom én, valahol itt volt, most nem fogom megtalálni, várjátok, mindegy, valahol itt volt egy lokál, nem fogom megtalálni, mindegy, szóval valahol itt volt egy lokál, és abban a kajakosokat írták le, azt hiszem, akik, hú, hogy valami drogot találtak, kanapén hagytam, mindegy. Szóval valami drogot találtak, hogy a nem lett negatív a mintájuk, és hogy kiírták magukat az olimpiáról. Oké, én ezt értem, tehát ezt a részét megértem, de önmagában a fogalmazás nem tetszik. Amúgy nem azt mondom, hogy pátoszosan kell írni erről az egészről, de olyan, de az egész hozzáállás, és nagyon durván köszönjük a nyelvüket. Azt hiszem a Tóth Krisztián írt ezzel kapcsolatban, hogy őket nagyon nyomja ez a teher, hogyha nem szereznek aranyat, akkor gyakorlatilag le vannak írva, és valami nagyon-nagyon-nagyon hasonló, abszolút jogosan
ez megfogalmazódik. Nem is feltétlenül nem csak a médiát írók részéről, bár rengeteg ilyen zugújságíró és hivatalos újságíró is nagyon durván, erősen és minimum ferdítve, de lehet, hogy erre mondhatnék erősebb szót is, de fogalmaz velük kapcsolatban. Viszont azt be kell látni, hogy nem vagyunk a világ legnagyobb országa, sőt. Jelenleg tegnap néztem, úgyhogy nem jelenleg, lehet, hogy azóta változott a helyzet, de hogy a 10 legjobb ország között vagyunk az éremtáblázatban az olimpián, és csak nálunk 10-szer, 20-szor, 30-szor nagyobb országok vannak előttünk, vagy éppen 100-szor nagyobbak, mint például Kína. Szóval ez most nem olyan, hogy jaj, hát szépen csillog az ezüst is, de abszolút nem. Tehát, hogy kiváló sportolóink vannak, akik eljutottak az olimpiára, és nagyon durva teljesítményeket tudnak hozni. Például a körülöttünk lévő országoknak a sajtója, például a szerb sajtó el van ájulva a magyar olimpiai teljesítménytől. Oké, értem én, hogy ez most a szerb sovinizmus, ugye bezzög a köcsög magyarok, ebben van egy ilyesmi is, de basszus, tehát hogy tudni kell a helyén kezelni magunkat, és ez megint nem a Kovács Lászlós merjünk kicsik lenni dolog, hanem merjük a helyén kezelni magunkat, tudjuk azt, hogy hány olimpiai számon indultunk el, és nem lehet mindenki hosszú Katinka egyébként. Tehát, hogy lehet ezt várni a Cselászlótól, hogy megverje a Phelps-t, de hármas holtverseny volt a második helyen. Ilyen se volt még szerintem nagyon az olimpiák történetében, főleg, hogy három ilyen nagy kaliberű úszó, mint a Phelps, a Lökosz és a Cselászló, ugye hármas holtverseny, mert második legyen. Ez mondjuk egy nagyon durva dolog. És a kedvencem, tényleg a kedvencem ez a mi adóforintjainkból mentek ki, és akkor tegyen magát oda, és húgyozzon vért. Nem tudom, hogy ilyenkor kinek érzi magát az, aki ezhez hozzászól. Nem igazán gondolom, hogy a trolloknak a lelki világával kellene foglalkozni, de az a baj, hogy ezt lehet többször nem is trollok mondják, hanem olyan emberek, akinek neve és arca van, és felelős, vagy kevésbé felelős, de beosztás, tehát hogy dolgozik, hogy mindennapi ember, és így nem tudom. Tehát, hogy ez a hozzáállás olyan, mintha ő lenne itt az arénának a királya, a római korban, és akkor ő döntené el, hogy most ez az adott ember az él, vagy meghal. Tehát így nem értem. Tehát, ugye az arénában, a római arénában ezzel kéztartással kellett jelezni, hogy halljon meg az adott, hogy hívták őket, gladiátor, igen. Szóval, hogy a gladiátor, az ellenfél az most halljon, vagy éljen. És nem tudom, itt ők ilyen hatalmas királyoknak érzik magukat, hogy ők élethalál urai, és itt mindenki azért van, hogy őket szórakoztassa az ő adóforintjaikból. Miközben csináltam egy kis számolást. És tehát azt mondom, hogy ha valaki 200 000 forint nettót keres, most csak a példa kedvéért, sokan nem keresnek ennyi, sokat meg ennél többet keresnek, mindegy, akkor az ő adóforintjaiból nem fizet be éves szinten annyi adót, amennyi egy ilyen sportolónak a havi kajájához, vitamin és táplálékkiegészítő adagjához, vagy bármiéhez elég lenne, és akkor még nem számoltam bele önmagába az utazást, a felkészülési meccseket, szállást, még ilyen hülyeségeket. Utána néztem, hogy ugye a magyar államnak a bevétele az nagyjából 10 000 milliárd forint környékén van, ez van különböző bérarányos adókból, van fogyasztási adókból, teljesen mindegy, és sportra 157 milliárd forintot fordítunk. Tehát ez nagyjából 1,5%. Most ha az ön adómból van, hát a te adódból a cipő fűzője nem jön neki valószínű egyik olimpikonunknak se. És azért voltak kint egy páran Rióban, sőt egyébként voltak olyanok, akik Rio előtt még mentek versenyezni. Tehát, hogy azért ez az egész egy kicsit erős. Szóval az én adómból mentek ki, és akkor húgyozzanak vért. Ez a hozzáállás, ez nekem nagyon ilyen hozzad ma azt a rántott hús, még így ki van fizetve. Tehát amikor bemegy valaki egy olyukenit étterembe, és még kifelé menet, még csak azért is, nem azért teszik, mert éhes, hanem azért teszik, mert ki van fizetve, és ne hagyjuk már itt. Vagy amikor egy all-inclusive szállodába elmennek, és nem az, hogy mit tudom én, elteszik a szappant, ami fogyóeszköz, hanem a törölközőket, meg ilyesmit, mert hogy az neki jár. És nem tudok ezzel igazából ez az egész hozzáállással mit kezdeni. Forog a gyomrom tőle komolyan, és mondom, tehát nem azt mondom, hogy az olimpikonokról a legnagyobb pátosszal és a legnagyobb tisztelet hangján kell beszélni, mert persze van, ahol jogos a kritika, valószínű a Gyurta Daniéknál el kell gondolkodni azon, hogy aki olimpiai címvédő volt, akkor hogy nem tudott most bejutni a döntőbe. Azért ez egy többet vártak tőle, persze, de ez megint olyan, hogy amikor ő a csúcson volt,
akkor mindenki a vállán hordozta, hogy ó, Gyurta Dani, ugye ő volt az első olimpikon, azt mondta, hogy 15 millió magyarnak nyert aranyérmet, és ezzel az úgynevezett jobb és az úgynevezett nemzeti oldal előtt hatalmasan a népszerűségre tett szer, most pedig mindenki fikázódik. Tehát szerintem ez a hozzáállás sem az igazi, sőt. De hát ez már csak ilyen. Mindegy, ennyit szerettem volna most elmondani itt az egész olimpiai kérdés kapcsán. Mondjátok el, hogyha rosszul látom, de nekem most így ezek csapódtak le, és úgy gondoltam, hogy erről azért beszélni kell. Na jó, úgyhogy ennyit szerettem volna. Ha valaki egyébként hiányol engem, és hogy hogy ritkán készítek videókat, mint minden, annak ajánlom, hogy kövesse a játékcsatornámat, amit majd leírásukba beteszek, ha valaki nagyon kíváncsi, mert oda azért, mit tudom én, egy-két naponta szoktam videót csinálni, nem feltétlenül olyat, ami de szórakoztató, és arcon lehet vele pörögni, de egyszerűen csak játszom, ezeket rögzítem, kommentálom, aztán lesz belőle valami. Úgyhogy ha valakinek ilyen irányú ingerenciája van, és mondjuk esetleg hearthstone-ozik, vagy valami hasonló jellegű játékkal játszik, az kövesse nyugodtan, és ott lehet velem találkozni, ott elég sok a tartalom, és elég gyakran. Na jó, ennyit szerettem volna most tényleg, sziasztok!